Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Situl Eszter, a Citizen Go Magyarországi kampány igazgatója, Szívhang, Életvédelem, Hogyan tovább címmel vállalt előadást a Fekete István Szabad Egyetemen. Azonban van egy jó és egy rossz hírem. Az örömteli az, hogy Situl Eszter ismét kisbabát vár. Amihez ezúton is gratulálunk neki. A szomorú viszont, hogy a héten sajnos egy hirtelen veszélyeztető probléma lépett fel, ami miatt szigorú ágyban fekvésre rendelték el az orvosok, ezért most nem tud itt megjelenni közöttünk. Egy megható, szívhez szóló üzenetet is küldött, amit viszont úgy beszéltünk meg vele, hogy a videó nem, csak az itt megjelentekkel osztunk meg, úgyhogy hallgassák meg az üdvözlő üzenetét. Köszönöm szépen! Valóban imádkozzunk minden veszélyben lévő magzatért is, és Szabad Egyetemünk élt már meg ilyen kihívásokat, amikor például egyik-másik előadónk karanténba került a Covid diktatúra ideje alatt. Akkor például, amikor Rafai Ernő nem jöhetett el, akkor az általa legkiválóbb magyar történésznek nevezett Popéi Gyula tartott helyette előadást, akit ezúton is szeretettel köszöntök, mint a Fekete István Szabad Egyetem igazgatóját. Ma pedig egy szintén az adott témába vágó neves előadó, dr. Téglási Imre, az Alfa Szövetség elnöke lesz a helyettesítő előadó, akinek nagyon köszönöm, hogy ismét vállalta, hiszen Méhében él a nemzet, ezzel a címmel tartott már előadást Szabad Egyetemünkön neves életvédő barátunk, a Magyar Életért díjunk kitüntetettje, aki azt is elárulta, hogy édesanyja hogyan próbálta meg ugye otthonában abortálni őt. 1996-ban azért alapította meg, mondhatjuk, hogy abortusz túlélőként az Alfa Szövetséget, hogy a terheseket várandósakká gondozzák. Leghűségesebb munkatársaival együtt rendületlenül fáradozott munkájuk nyomán több tízezer család menekülhetett meg a pusztulástól és széthullástól. Önkénteseivel mintegy 43 ezer esetben sikerült életutat mutatniuk gondozottaiknak, hogy elkerülhessék a kényszer abortuszokat, hogy megelőzzék az újszülött gyilkosságokat. 350 nyílt örökbefogadást készített elő. Téglási Imrének és önkénteseinek köszönhetően nem vetették be nemzetünk ellen az abortusz tablettát. Oroszlán része van az eddig többször leszavazott szívhangos javaslatunk kidolgozásában is, ami nem szigorítást, pusztán tájékoztatást jelentene, és az utolsó szó jogán a magzat gyermeknek egy lehetőséget adna, hogy életében legalább egyszer kommunikálhasson az édesanyjával. Fogadják tehát szeretettel dr. Téglási Imrét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. És köszönöm Novák előd képviselő úrnak, az én régi barátomnak, régi jó barátomnak a meghívást. Üdvözlöm elnök urat is. És hát mindenek előtt ugye önöknek köszönöm, hogy eljöttek, mert megalkothatjuk a mai estét, egy sikeres estét, ha önök is kérdeznek, ha önök is reagálnak, ha önök is megosztják velünk a gondolataikat, kételjeiket, fölteszik kérdéseiket. Így lesz kétoldalú ez a találkozás is, nem egy monológ, amit én előadok, bár vagy fog tűnni, mintha én erre törekednék, de állítsanak meg nyugodtan bárhol, és tegyék fel a kérdéseiket. Hát te nem vagyok olyan szép, mint az Eszter, de ha nincs Eszter, Imre is jó. Remélem legalábbis akkor ezzel a gondolattal tudunk tovább menni, tehát Eszternek a fiatalságát, nőiségét, anyaságát nem tudom kárpotolni, nem is áll szándékomban. Én a magam férfiasságával, magam apaságával szeretnék önöknek tanúságot tenni az életről, és nem csak arról az életről, tulajdonképpen elsődlegesen és elsősorban nem arról az életről, ami az enyém, amiről pár szót itt már előd mondott, mert az egy magántörténet lenne, ha én azt gondolnám, hogy csak a saját köldököm az érdekes a történetben. De nem az. Az én sorsom, a hazám sorsa, az emberiség sorsa, az tulajdonképpen az Isten kezében vagyon, és ha mindezt tudjuk, érezzük, és keressük a kiutat, akkor talán találunk is valamit, ami jó irányba vezet bennünket.
Engedjék meg, hogy én a himnuszunknak azzal a versorával kezdjem, amely arról szól, hogy Isten áld meg a magyart, jókedvel, bőséggel, hozz reá víg esztendőt, bocsánat, tehát jókedvel, hozz reá víg esztendőt, megbűnődte már-e nép a múltat sővendőt. Tehát a bőség és a jókedv az kell, és szükséges. A kérdés az az, hogy tényleg megbűnhődtük-e már a múltat jövendőt. Ugye ugyanennek a nagyon szép nemzeti imánknak a másik verszakában az is szerepel, hogy lőn magzatod miatt magzatod hamvedre. És akkor itt egy más kérdés is felvetül. Nem csak az, hogy Istent kérjük arra, hogy a mi megmaradásunkat, a mi bőségünket és jókedvünket, mondjuk így a lelki egészségünket ajándékozza nekünk, hanem az is fölvetődik, hogy mi mit teszünk azzal az ajándékkal, amit tőle kapunk. Tehát azzal az áldással. Ugye azt is szokták mondani, hogy a gyermek az áldás. Elfogadjuk ezt az áldást? Kinyitjuk az ajtónkat, amikor kopog? Igent tudunk mondani arra a társra, akivel fogant a gyermek, akivel nemzettük azt a gyermeket is örömmel, vagy akárhogyan is, de befogadjuk a családunkba? Vagy nem fogadjuk el? Az a bizonyos 23, 24, 25 ezer művi abortusz, amelyik évente Magyarországon mind a mai napig van, arra utal, mintha ezt a 25 ezer áldást nem áldásként fogtuk volna föl, vagy fognánk föl, hanem átokként. Ugye a Radnóti Miklós nevű költő mondja, hogy olykorban éltem én a földön, mikor a gyermeknek átok volt az anyja. És az asszony boldog volt, ha elvetélt. Csak zárójelbe, az ő felesége, Fanni, négy alkalommal járult művi abortuszhoz, és nem vagyunk talán messze az igazságtól, ha arra gondolunk, hogy a Radnótinak ebben a vers sorában, ebben a költeményében, aminek Töredék a címe, tulajdonképpen a személyes élményei jelennek meg. Tehát az a fajta csalódás, az a fajta szomorúság, amit ő apaként kellett, hogy megéljen, amikor ő a magzatgyermekét nem ölelhette magához, nem örülhetett neki, és apai mi voltában ő tulajdonképpen megsemmisült. Tehát van egy nagy ellenszegülésünk az Isten törvényének, és hát most a következőkben én erről a kérdésről szeretnék önöknek pár gondolatot előadni. Mindjárt az első kép az tulajdonképpen Schittl Esztert idézi, hiszen Eszterrel és Duró Dóra alelnök asszonnyal együtt, továbbá egy nagyon kitűnő amerikai életvédővel, akit úgy hívnak, hogy Amy Sinclair. Itt ennél az asztalnál álltunk 2021-ben, és annak örültünk, hogy együtt vagyunk. Volt egy szívhangkonferencia, ahová őt meghívták, ezt az Amy Sinclair-t Amerikából, mert hogy ő ebben az államban a szívhang törvénynek a szószólója, tehát annak a törvénynek, amelynek jegyében ők is azt szerették volna, először talán éppen ők, hogy az ott megfogant gyermekeknek valamiképpen védelmet biztosítsanak. Hogyan? Hát úgy, hogy hatodik héttől kezdve, legkésőbb a hatodik héttől kezdve, az minden magzatgyermeknek a szívhangja olyan erős, olyan erőteljes, hogy műszerekkel ma már ki lehet mutatni, hogy az hogyan is szól. És ugye említette képviselő úr, Novák előd barátunk, hogy üzen valamit az utolsó szó jogán, vagy egyáltalán a szó jogán, a megszólalás jogán. Hát mit üzen? Látjuk az abortuszról készült felvételekről, hogy a magzatéletkorát élő gyermek lehet, hogy nem tud beszélni szavakkal, mert hiszen nincs még levegővételi lehetőség, a tüdő még nem működik, de mégis üzen. Hát mivel üzen? Egy felvétel arról tanúskodik,
Bernard Nathanson nevű szülésznőgyógyász volt az, aki ezt a felvételt készítette méhen belül, hogy azzal a bizonyos műszerrel, amikor behatolnak az anyamébe az abortáló műszerrel, akkor a baba menekül a műszer elől. Valahogy érzi, valahogy tudja, nem kognitíve, de mégis ösztönszerűen menekül ettől a gyilkos kivégző eszköztől. Hát mit üzen nekünk ez a mozgás? Hát az, hogy fél. Ha fél, akkor az egy emberi dolog. Ha van szívhangja, akkor az egy emberi dolog. Nem kell sokáig menni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy akkor ez egy ember. Tehát ezt a képet azért idéztem önöknek, hogy akkor, amikor ez a kép készült, egy konferencián voltunk túl, de még nem igazán tudtuk azt, hogy azzal a kezdeményezésünkkel, amit Novák Előd és Túró Dóra előterjesztett a Magyar Parlament Szociális és Népjóléti Bizottságának, hát mi lesz a, mi fog történni? Elfogadják, lesöprik? Aztán meg kellett tapasztalnunk azt, hogy bizony-bizony lesöpörték. Egyszer, kétszer, háromszor, és ki tudja még hányféle elutasítás volt, és kezdtünk már szomorkodni, miközben kaptunk azért nem hivatalos jelzéseket arról, hogy hát ne hagyjuk föl, nyújtsuk be, tartsunk ki mellette. És közben minden egyes ígéretről úgy éreztük, hogy becsapás, mert nem történt meg abban az időpontban az, amit nekünk politikus társaink jeleztek. De hát miért féltek a politikusok? Hát amióta a világ, a zsarnokok félnek az emberektől, a hatalmukat féltik, ugye ismerjük az Ószövetségből a fáraó történetét, aki abbéli félelmében, hogy a szapora zsidóság majd akkor kiszüli őt Egyiptomból, megparancsolja a héber bábáknak, hogy pusztítsák el az összes megszülető héber fiúgyermeket. Nagyon fontos jelenet. Ez a modern korra nézve is példát mutathat, hiszen ez az egészségügyben az első olyan lázadás, ami a zsarnokság ellen jelenik meg. Írja a Biblia, hogy Sifra és Pua, így hívták ezt a két szülésznőt, bábát, megtagadta ennek a törvénynek a végrehajtását, és Isten ezért megáldotta őket, és a nép szaporodhatott, és jobb sorsra került. De hát Herodesnél is ugyanerről van szó. Ugye az Új Szövetségnek ez a zsarnok királya, mikor megtudja, hogy megszületett a zsidók új királya, hát természetes, vagy igazából természetellenes, nem is tudom milyen jelzőt használják, hatalomféltéséből indítatva, hát mindjárt azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne elrekkenteni, elpusztítani ezt az új nem kívánatos trón követelőt. Fogalma nem volt arról, hogy Jézus majd nem a világi trónra vágyik, hanem egy másféle országnak, egy másféle profétájaként jelenik meg, de ezzel együtt ő veszélyeztetve érezte a hatalmát, mert meg vele együtt a főpapok és írástudók, le lehet fordítani nyugodtan, hogy a mai tudósok, a mai hatalomgyakorlók gyakorlatilag ugyanúgy féltik a hatalmukat, és nem véletlenül ugye olvashatják itt önök, hogy a ma hatalmasai szintén hatalomféltésből ölnek. Milyen hatalomról van szó? Majd fogunk erről még beszélni. Hát először is tekintsünk vissza egy kicsit arra, valamelyest ismétlése is a legutóbb mondottaknak, amit én mondtam, hogy van egy 4 milliárd éves természeti törvény. Ez a 4 milliárd éves természet törvény arról szól, hogy minden létező, ami valaha volt a Földön, most van a Földön, vagy ezután lesz a Földön, tehát a bioszféra tagja volt, van és lesz, az mindegyik osztozik abban, hogy bele van vésve a szaporodás és sokasodás biológiai parancsa, alaptörvénye. Ha nem így lenne, akkor is nem lennénk. Vagy nincsenek itt azok, akikbe ez nem úgy volt beleírva, ahogy az kellett. Vagy kivésték magukból ezt a parancsot, mert mindenkibe benne van. És ugye akkor a törvények között, hogy mondjam, botladozva, vagy azok között kószálva, hát szögezzük le, hogy van egy alaptörvény. Ez az egész glóbusra, a planétánkra érvényes, szaporodjatok és sokasodjatok, mindenhol, mindenre és mindenkire érvényes. A mi őseink is követték ezt a törvényt,
és ennek a törvénynek a lenyomata, mondjuk így, hogy minden alaptörvények alaptörvényének lenyomata, tehát az alaptörvénynek, ezt a biológiai 4 milliárd éves törvényt tekintem, a tudósok ugyanígy azt mondják, hogy 4 milliárd évvel ezelőtt jelent meg az a valami, ami fehérje szintén is, és minden egy biológiai mozgás és jelenség jegyében szaporodott önmagát, megsokszorozta és átgondoskodott a túlélésről. Ez pedig ugye a nemzeti címerünkben szerepel, most ebben a percben nem látok itt egy magyar címer, de hát látjuk eleget, Istennek hála még látjuk, és tiszteljük. Tehát ugye van az a bizonyos hármas halom, amiről valamikor egy spanyol, egész pontosan egy portugál jezsuita azt mondta, hogy hát ez a három magyar főhegy Mátra, Tátra, Fátra. Nem igaz, nincs köze a hegyekhez. Több köze van ehhez, ennek a hullámhoz, több köze van ennek a sólyom röptéhez, és még több köze van, vagy ezekkel együtt is, még a tulipánhoz, ami szintén ez a hármas osztatot jelzi, tehát ugye ez egy ikonográfiai fejtegetés, amit én most teszek önöknek, és még fontosabb az, hogy a nőiséghez. Ugye itt van a szaporodás szakralitása, itt van a címerünkből ez a mozzanat. És akik itt voltak, azok emlékezhetnek arra, hogy egy 6000 éves anyaistennőnek a szobra, ami Törökországban került elő Anatóliában, nagyon szépen megmagyarázza, hogy mi ez a hármas halom. Mert ha megnézzük ennek az ősi istennőnek, anyaistennőnek a térdét, akkor ott meg van jelölve ilyen félkörrel, azok a zöld nyilak oda mutatnak. Az egyik térdre a balra, föl a has, az anyamé felé, illetve a másik térd irányába. Itt van a hármas halom, innen eredeztethető. Mi ez? Hullám? Lehet. Madár? Lehet. Virág? Lehet. És nézzük meg, hogy ez a szobor akkor mit is üzenhet nekünk? Hát azt, hogy az anyaság a szent és sérthetetlen, és az anyaságnak a későbbi tiszteletét is föl lehet fedezni a mi kultúránkban, mert az a 4. és 8. század közé datált hegyi kristályból készült jogar, ami ugye a magyar parlament kupolata csarnokában minden nap látható, az ezt a születési folyamatot írja le, szülési folyamatot virágok formájában. Ugye van itt 10 szirom, 10 holdhónap, és a 10. holdhónapban pedig világra jön az a kicsi kis magocska, itt lehet látni, be van karikázva, ezt megelőzően a 9 sziromnál mindenhol belül van, az anya szervezetén belül, a női szervezeten belül, a nyüzsgő, mozgó szervezet, anyai szervezetem, de itt kibújik, és itt megszületett. Tehát az első ilyen orvostudományi idézőjelbe, de mindenképpen egy gondolkodó és racionális és ugyanakkor szakrális pillanatnak vagyunk szemtanúi, hogy itt megmutatja a szülés folyamatát, és hogy ez egy szent dolog, és köze van a megmaradásunkhoz. Az előzőekben azt láttuk, hogy itt az anyaistennőnek a térde mellett, jobbról és balról ennek a, ha úgy tetszik, fotelnek vagy ülő alkalmatosságnak a karszékénél két oroszlán fej látszik. Ősidők óta az oroszlán a férfi erőt, a férfi principiumot, a teremtésnek azt az alap szereplőjét jelzi, ami nélkül hát nincs teremtés. Itt megismétlődik ez, hiszen, ezt most nem látjuk, de a hegyi kristálynak a kristály részén, tehát nem ezen az arany lemezzel borított részen, hanem a hegyi kristálynak a részén egy oroszlán fej látható. Tehát a férfi principium és a női összefonódik, együtt van. Egyik a másik nélkül nem megy. És ezt azért mondom, mert napjainkban mindent elkövetnek némelyek, mozgalmak és ideológiai megfontolásokból bizonyos ellenséges hát ugye szereplők, hogy összekeverjék, és egyiket a másik ellen kijátsszák, a férfit a nő ellen, az apát az anya ellen, és ez nagyon nagy kárt okoz. Hát akkor menjünk tovább, hogy ugye nem nemzés, nemzetség, nemzet, ez közös ihlet, ha ez, akkor van teremtés, akkor van náció és van nemzet. Majdnem azt lehetne mondani, hogy az anyaság és a férfiasság, a nemzés, a termékenység tisztelete jegyében telt el az emberiségnek,
mondjuk a nagyobb része, már időben a nagyobb része, tehát több ezer év kultusza, termékenység kultusza kapcsolódott ehhez, itt néhányat bemutattam most önöknek. De van egy perverzió, van egy fölforgatás, ugye a latin szó arra utal, ez pedig nagyjából 200 évvel ezelőtt kezdődött meg. Miért mondom ezt? Mert az életvédelem, a megmaradásunk kérdése nem ma és holnap és tegnapi politikusok erénye, vagy a választóknak az erénye, vagy fogyatékosság, hanem egy 200 éves, mondjuk így, hogy magány. Ugye a miniszterelnökünk kedvenc mondása volt néhány évvel ezelőtt, hát most, hogy véget ért a magyarság 100 év magánya. Hát véget ért volna, ha a magzatokat is bevettük volna a nemzet fogalmába, de erről majd később veszi. Tehát itt 200, nem 100 év magányról van szó, mint a Gabriel García Márquez regényében, hanem 200 évről, mert 200 évvel ezelőtt indult el az a modell, ami oda vezetett, hogy a magyarok, a magyarokat, a németek, a németeket, tehát a világ nemzetei elkezdték egymást pusztítani, de hol? Az anyaméheken belül is. Tehát háború indult az anyaméheken belül a leendő gyermekekért és a leendő nemzettársakért. Azt lehetne mondani, hogy az élet és teremtés kultúrájával szemben, amit az a több ezer év jelezhetett, amiről itt pár képet mutattam be, megjelenik a halál civilizációja, ami lényegében egy hadüzenet. Jelszava, ha a Bibliának az, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ugye ez nem csak a Bibliának a jelszava, ez itt minden kultúrnépnek a hite és alapvető tétele volt az élettel szemben, a szaporodás és sokasodás, akkor itt megjelenik egy új jelszó. Ne szaporodjatok és ne sokasodjatok, és ha beidézzük még a szűzanyának azt a pillanatát, amiről szintén az Új Szövetség tudósít, hogy ő szűzként nem tudta elképzelni, hogy lehet az, hogy neki azt hozza, azt a hírt hozza az angyal, hogy ő neki gyermeke lesz. Hát ő nem ismert férfi. Ő neki ilyen az életében nem volt. És nem tudja fölfogni, megválaszolni az eszével ezt a kérdést. És van egy nagyon szép gondolat, egy nagyon szép ima, amelyik arról szól, ugye így válaszol erre a kihívásra, erre a hírre, hogy íme az Úr szolgáló leánya, tehát bemutatja magát a szűzanya, Mária vagy Miriam, 13 éves, ami akkor még nem volt olyan nagy dolog, hogy 13 évesen valaki más állapotba került, de nem volt azért általános, mert még a gyerekkor azért a 13 év, még akkor is, még abban az időben is, hogyha már férhez mentek akkor a lányok. Tehát íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Hát mi ez az ige, amiről most beszéltünk? Hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. A mi emese mítosunk is erről szól, hogy emese gyermeket szül, álmost, és ugye leírja Anonymus róla, hogy méhéből forrás fakadt, és belőle dicső királyok származtak, akik nem a saját földjükön szaporodtak el, de dicső királyok, nem egyke, nem csak az álmos, hanem dicső király, tehát királyok sora, a termékenység ősanyja jelenik meg itt ebben. Miért van ez? Mert van ez a kapitalizmus nevű szörnyeteg, én szeretem a kisgömböccel párhuzamba állítani, a kisgömbösz mesét ismerjük, leszakad, először föl belakmározza a háziakat, az egyik lányt, másik lányt, anyát, apát, aztán kigurul az utcára, és mindent, ami vele szembe jön, fölzabál, bekap, és megpróbál megemészteni. Hát ez a kapitalizmus. Mindent és mindenkit kizsákmányol, fölzabál, tönkretesz, és azt lehet mondani, hogy ennek az ideológiája tulajdonképpen a család szempontjából 1918-ban jelenik meg egy Margaret Sanger nevű amerikai, hát úgy mondjam, hogy ideológusnál, vagy protofeministánál, akinek a lapjában jelenik meg ez a grafika, amely szerint a földgolyó, amelyik ott ábrázolott baloldalt, azért vágja csőrön a gólyát, amely a gyermekeket hozza, mert túl sok gyerek van már úgyis. Nem kell ennyi gyerek. Ez a modern kor problémája. Túl sok a gyerek, és nincs minőség. Mennyiség van, de nincs minőség. Miért mondja ezt ez a bizonyos Margaret Sanger?
Hát azért, mert egyfelől úgymond egy jó csengő felszabadítási ideológiát hirdet meg, hogy nem kell gyerek, tehát leoldjuk a nőkről a bilincseiket, a termékenység bilincsét, itt már negatív értelemben szerepel a termékenység, a férfi jelentette akadályt, akinek a piszkos gatyáját és parancsait ki kell mosni, illetve el kell tűrni és követni, tehát úgymond kiszabadítja őt az otthon rabszolgaságából, beállítják őket traktorosnak, rendőrnek, stb. Tehát úgymond felszabadítják. De mi történik lényegében? Hát az történik, hogy a munkaerőpiac irányába kirabolja őket a kapitalista termelési mód. Miért? Mert neki olcsó munkaerőre van szüksége, ott vannak a nők. Ezt most fedezik fel. Ez az elmúlt 300 évnek a legnagyobb üzlete, hogy a nőket kiveszik a családból, a férfinak már nem kell annyit keresni, mert nem is adnak neki, hogy el tudja tartani a feleségét és a gyereket, hát menjen el a nő is dolgozni. Aztán majd valami lesz. Hát mi lesz? Hát látjuk, hogy mi lesz. Jó, tehát ez elindul, és ami a dráma ebben, hogy ennek követői vannak. Hát van például egy ilyen Vladimir Iljics Lenin Ulyanov nevű gazember, aki egy Ines Armandova nevű hölgyen látszik ezen a képen, és ez az Ines Armandova jómódú családban született, de hát ilyen intellektuális élvezetből azt gondolta, hogy hát ő leszámol a cár Oroszországgal, és fogékonnyá vált a feminista eszmékre és a radikális baloldali eszmékre. Elűzték őt Oroszországból, Párizsban telepedett le, és ott ismerkedett meg ennek a Margaret Sengernek a tanításaival, aki tehát még egyszer azt mondta, hogy szabadítsuk fel a nőket. Ez eddig jelszó. Mikor változik valósággá? Hát akkor, amikor az Ines Armandova befekszik előbb a Lenin ágyába, aztán befekszik magát a Lenin agyába, és Lenin innentől kezdve azt mondja, hogy fölösleges, buta, terméketlen, értelmetlen munkát végeznek odahaza a nők. Engedjük ki őket, szabadítsuk ki az otthon rabságából, beállítják őket a munkaerőpiacon, erre, arra, amarra, és innentől kezdve Oroszországban, hogy ez a megszabadítás, ez könnyű legyen, legalizálják az abortuszt. Tehát nem kell a gyereket szülni, tök fölösleges. Hát minek? Hát valósítsd meg önmagad. Nem kell gyerek, hát valósítsd meg önmagad. A karrier, és így tovább. Na, iszonyatos negatív hatása van ennek egésznek. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ugye az alatt, az idő alatt, amióta ez a kapitalista modell működik a világon, 2,5 milliárd, annál több, mert óvatos számítások szerint 2,5 milliárd magzati életkorú gyermek nem születhetett meg. Azért ez egy nagy szám az emberiség jelenlegi létszámához képest is, mert ennek a duplája 5 milliárd férfi és nő szenvedi el ezt a helyzetet, hogy ő nem szülhet, nem lehet apa, nem lehet anya, nem teszi lehetővé neki a világ. És ennek nagy, megint csak súlyos következményei vannak, de beszéljünk erről, mi a következmény. Hát először is az, hogy ma már látjuk azt, hogy rövid távon ez meghozta úgymond a éppen aktuális zsarnokoknak, mondjuk a zsarnoki rendszernek, a kapitalizmusnak a átmeneti floreálását, vagy hogy ebbe, hogy átmenetileg komoly eredményeket tudjon felmutatni. Ez minden országban így van, ebbe a csapdába esnek bele a politikusok, a törvényhozók, hogy ilyen rövid távú gondolkodással vezetik be az abortuszt azokban az országokban is, ahol hosszú ideig eddig még nem vezették be, hogy ma már ott tartunk, hogy nincs elég gyerek. Nem csak Magyarországon, nem csak Olaszországban, ahol 0,7 gyerek, statisztikailag egy gyerek se születik meg Olaszországban. Japánban rettegnek attól, hogy mi lesz Japánnal, mert nincs születés. Már Kínában is rettegnek attól, hogy mi lesz, mert ott is az egykezés politikája, hogy abortusz kultúrát jelentett gyakorlatban. Azt most már látják, hogy nagy baj lesz belőle. Tehát van egy népesedési tél a világban. És akkor hozzuk azt a kérdést, hogy hát miképpen reagáljunk mi erre? Hát sokféleképpen reagáltunk, ismerik önök sokan Fekete Gyulának a személyiségét, nagyon sokat küldött, könyveket írt, előadásokat tartott, a gyers bevezetése tulajdonképpen az ő tevékenységének köszönhető, de hát még előbb ugye a Kölcsey, Vörös Marti, a népi írók, tehát itt nagyon sok komoly,
koponya, magyar érzésű ember kihívásnak érezte azt, hogy akkor mi lesz velünk. Ugye némelyek azt mondják, hogy nemzethalál, ne tessék itt busongani, meg fölfesteni az ördögöt a fal, nem lesz itt semmi, hát jól élünk, eszünk, iszunk, mulatunk. Nem így van. Nem így van. És akkor eszébe jut egy életvédőnek, ez a Téglás Imre, amerikai barátai nyomán, hát ha Magyarországot leg lehetne valamiképpen, hát kínálni egy lehetőséggel. És akkor ezt a gondolatot előadja az Novák előtt barátjának, akinek van egy szép és bölcs és okos, nagy ne dicsérjem, őt tudja legjobban, mi minden nagyszerű. A képviselőasszonyban mi csak csodáljuk és szeretjük mind a kettejüket. És akkor ők erre odafigyelnek. Miért mondom azt, hogy odafigyelnek? Mert kedves barátaim, a magyar politika, és majdnem azt mondhatnám, hogy a magyar egyházpolitika is, tehát a klérus is, teljesen mindegy, hogy most katolikus, református, unitás, bármi. Csúnya szót fogok mondani, kicsit majmokat játszanak. Nem látunk, nem hallunk, és nem beszélünk róla. Mert a hívek nem szeretik, ha erről beszélnek, mert hát ez sebeket tép föl. Tehát nem jövünk elő a katolikus egyház tanításával, hogy hát azért abortálni azért talán nem kellene, és ha igen, mégis igen, akkor talán egy kicsit vissza kellene fognunk ebben magunkat. Tehát fél a pap, az orvosok elvégzik a műtétet, nem gondolkoznak rajta, már is megtagadnak valamit, de erről majd mi fogunk beszélni. A politikus retteg a hatalomvesztéstől, mert az, amit Novák előd és Doró Dóra fölvállal, úgy, hogy sejtik, tudhatják, hogy ez a kezdeményezés adott esetben szavazatokat fog nem hozni a konyhára, hanem elvinni a konyháról. Egy politikustól óriási dolog az, ha a saját létfeltételeit is meri megkérdőjelezni egy tisztességes, becsületes gondolat érdekében. Nem győzöm ezt igazán nagy tisztelettel mondani, és meg kicsi magántermészetű dolgot szeretnék mondani, mivel hogy én abortusz túlélő vagyok, én kicsit úgy nézem a világot, engedjék meg nekem ezt a mulasztásomat, hogy abortusz igen, vagy abortusz nem. Abortusz párti, vagy nem abortusz párti. Nekem vannak olyan, úgymond barátaim, vagy ismerőseim, akiket én sose támadtam azért, hogy ők kvázi abortuszt végeztettek, mert miért támadjam, én tudom, hogy az egy áldozati pozíció. De mikor ők megtudták azt, hogy én életvédő vagyok, meg hogy én ezért harcolok, eltávolodtak tőlem. 60 éves barátság kérdőjeleződött meg, mert nekem van 12 gyerekem, neki meg van 2, és valahogy nem mondták, de hát mikor erről volt szó, nagyon kijött az a sérülés, vagy az a szomorú döntésük, hogy ők talán többet is hozhattak volna a világra, mint 2. De egyáltalán az, hogy nekem mondjuk 12 vérszerinti gyermekem van, az önmagában is egy provokáció. Egy provokáció egy világban, hogy ez egy bolond, ez vagy cigány, vagy katolikus, vagy abnesolja, tehát nem normális. Mennyi a normális? Hát a normális azt mondja, hogy hát egy vagy már, másfél vagy kettő, na még kettőig elmegy a dolog. Az én anyósom az első és a második gyerek esetében, hát még elnézte nekem, hogy férfi vagyok. A harmadiknál megkérdezte már a feleségemet, hogy te meg akarod ezt szülni? Hát nem mondta azt, hogy igen. A negyediknél ugye nem akarod ezt megszülni. Az ötödiknél. Hát csak nem gondolod komolyan, és így ment a hatodik, a hetedik, és a végén nem tudtam más tenni, azt mondtam neki, hogy drága Ági, te mondasz, amit akarsz, de nem az én házamban. Tehát szeretnélek megkérni, hogy ide, többi, ezekkel a gondolatokkal ne gyere. Nem haragszom rád, csak bizonyos dolgokban én nem tudok megalkudni. Tehát ha az anyám rám nemet mondott, és ha te, mint az unokáim nagyanyja, az unokáim elpusztítására serkented a feleségemet, akkor nem vagyunk egymáshoz kötve. Te éld a magad életét, adott esetben a lányoddal való kapcsolatot csak akarom korlátozni, mert ellened áll. Tehát ilyen világban élünk. Ez a presszió van. És akkor nézzük meg azt, hogy mi lett ennek a törvénynek a sorsa,
amit mi előhoztunk, hát ugye még egyszer, a politikusok, a hatalmon lévő politikusok, már mondja az ellenzék is bizonyos hatalom, de mondjuk a kormányzati pozícióban lévő törvényhozók rettegnek a szavazatvesztéstől. Ezt láttuk lépten nyomon, amikor itt volt a Covid, és akkor mindenféle, hogy mondjam, rendelkezések születtek, többek között az is, hogy hát csak az életmentő műtéteket lehet elvégezni. És akkor mi életvédők merészeltünk azzal a kéréssel fordulni a Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter úrhoz, hogy hát akkor erre való tekintettel mi lenne, ha nem végeznének műviterjesség megszakítást? No, hát arról szó nincsen. A szó nincsen. Hát az életvédő műtét, az anyának életét megvédi a gyerekkel szemben, az egy mocskos támadó, az egy agresszor. Lesöpörték úgy, hogy csak nosza. Na hát ezek után jutott el a kezdeményezés a Parlament Népjóléti és Szociális és Népjóléti Bizottságához, ahol egy Zombor Gábor nevű szülész, nőgyógyász volt a testület elnöke. Az ő neve nagyon izgalmas számomra, mert mi jártuk a világot, a Magyar Ugart korábban, 1999 óta jártuk és járjuk a Magyar Ugart azzal az ötlettel, hogy mi lenne, kedves orvosok, ugye különféle kórházak, szülészetek, klinikák, elmentünk oda tisztességgel, nem bántva, nem agresszíven és nem provokálva. Mi lenne, ha egy, kettő, esetleg három napon, az év 365 napjából nem lennének szívesek művi abortuszt végezni. Mire a mi kedves udvarias felkérésünk nyomán nekünk megdöbbentő volt, hogy hát voltak nyitott emberek a szülészek között is. És azt mondták, hogy hát ez a három nap, ez a 365-nek még az 1%-ánál is kevesebb, hát legyen nekik az ő igényük szerint. Azt mondták, hogy igen. És ezekből Szombathely, Kecskemét, Debrecen, Nyíregyháza, hadd ne soroljam föl a 41 kórházat, ezeken a helyeken néhol írásba is foglalták, hogy fölajánlják azt, hogy mindentől kezdve az év három napján, március 25-én, a magzatgyermek napján, ami nemzetközileg ez az elnevezése, azért ez, mert a március 25-e ugyan nekünk, katolikusoknak az a szűzanyának, ugye, és a szeplőtelen fogantatásnak a napja, de hát a nem katolikus testvéreinket is befogadjuk, illetve hát fogadjuk be egymást ebbe az ügybe, és ők meg magzatgyermek napjaként tiszteljük. Tehát nem kell nekik a szűzanyát tisztelni, e tekintetben ez megmarad nekünk katolikusoknak, de velük együtt tudunk masírozni. Tehát március 25. És azt mondták, igen. Június 1-e, a szülők napja. Óriási fontosságú dolog. Beszéltem az előbb, hogy a férfit és a nőt mindenáron össze akarja veszíteni a rendszer. Miért? Hogy jobban tudja manipulálni. A családtagokat elválasztani egymást, a gyerekeket betenni iskolába, apucit, anyucit munkájára, már kész is a család. Totál káros lesz. Mert nincsenek együtt. És legyen még december 28, az pedig ugye a betlehemi gyermekgyilkosságnak a napja, apró szentekként szoktuk mondani. És akkor ők azt mondták, hogy igen. És mit mondott erre a Zombor Gábor, mármint arra, hogy a szívhang, mert akkor még kicsit térjünk vissza. Hát azt mondta, amikor lementünk Kecskemétre, hát ez egy olyan szép dolog. Hát ő ebben benne van, mert ő volt akkor a kórháznak az igazgatója. És akkor életfát ültettünk, oda eltemettünk egy kis magzatmodellt, imádkoztunk, vittünk magunkkal a lélekharangot, azt kongattuk, neveket mondtunk, keresztneveket, azoknak a babáknak a neveit, akik nem kaphattak nevet, de mi hát utólag így ilyen formán megemlékeztünk róluk, hogy keresztneveket mondtunk. És úgy éreztük, hogy minden szép és minden jó, mert Zombor Gábor és az ő csapata, a Kecskeméti Kórház szintén kinyilvánította, hogy ebben a háromnapos szünetben, ebben az életvédő három napban ők egyet értenek velünk. És örültünk neki. És aztán teljesen, hát hogy mondjam, pofonütésszerűen hangzott számomra az, hogy ugye előttől és Dóritól pedig, hát megkaptam a jegyzőkönyvet annak a Népjóléti és Szociális és Népjóléti Bizottságnak a jegyzőkönyvét, ahol ők előterjesztették ezt a javaslatot, tehát az, hogy legyen szívhang törvény, hogy meghallgatják a szívhang a gyerekeket, hogy a gyerekeknek a hangját, hogy az anyának ezt tegyék lehetővé, mert ugye már addig lehetett tudni, hogy Észak-Macedóniában 100 abortusz helyett csak 80-at végeztek, miután bevezették ezt a törvényt.
az 20%-ot jelent. Tehát annyival több gyerek megmaradt Észak-Macedóniában. Ez is erősített bennünket. Aztán erősített meg, hogy Amerikában olyan államok vannak, ahol a 100 abortuszból csak 36 végeznek, mert 70 nő meggondolja magát az abortuszra szánt. És mert érzik azt, hogy az nem egy sejtcsomó, hogy az lüktet, hogy ott látnak is valami kis mozgást. Hát az az ő gyereke. És ez a lélektani rácsodálkozás, ez a katartikus nagy élmény, ez őket arra indította, hogy hát köszöni, hát akkor inkább nem, inkább visszafordul. És mit mond erre a javaslatra Zombor Gábor? Idézem önöknek, tehát ő kijelentette, hogy ők ezt nem fogják megszavazni, hát ők tartózkodni fognak. Már ugye azért annyira nem bátrak, hogy azt mondják, hogy nem, mert hát KDNP-sről van szó, meg Fideszesről, tehát ők nagyon nemzetiek és nagyon keresztények, tehát azt azért nem mondják, hogy nem, csak éppen úgy tesznek, hogy ne. Tehát, hogy nem. És akkor azt mondja, hogy egyébként nem lehet felülírni ezt, tehát egy orvosnak, tessék az orvos felülírni, hogy az orvos az maga, az Atya Isten ennek a szövegnek az összefüggés alapján, egy orvosnak nem lehet ám utasításba adni, hogy már pedig ő köteles egy pszichés krízis helyzetben lévő hölgynek még tovább rontani a pszichés állapotát. Még egyszer, orvos nem köteles tovább rontani egy bajban lévő beteg pszichés állapotát. Hát ez látszólag jól hangzik, mert miért is tenné? És akkor azt mondja továbbá, hogy ezért előre bocsátom, hogy a mi képviselőink tartózkodni fognak ebben a szavazásban, méghozzá azért, mert a kötelező vététel és egy súlyos pszichés krízis helyzetben lévő nőnek a további akarata ellenére történő pszichés gyötrése szerintem nem támogatható. Bocsánat, ha ezt egy villamosvezető, egy rendőr, vagy egy krampácsoló, tájékozatlan ember mondja, akkor azt mondom, hogy rendben van. De hát ez egy orvos, aki pszichológiát tanult, vagy azt gondolja az ember, hogy van-e fajta affinitása, hogy akkor mi is az a pszichés válsághelyzet, hát az egy betegség, az egy baj, ez egy nem normális állapot. Hát nem arról szól a történet, hogy pszichésen gyötörjük. Hát az orvosnak nem kellene pszichésen gyötörni. Hát a pszichológus. Akkor engem pszichésen gyötör? Hát nyilván nem jól fogja föl a szakmát. De a pszichológusnak a lélek gyógyászatot kell művelni, és az én fájdalmaimat, kételjeimet, meghasonlóságaimat kell föloldania. De hát nem ezt kérjük tőle, nem ez lenne feladata. Így folytatja ez a kitűnő orvos. Lehet, hogy az orvos úgy mérlegel, sokkal fontosabb az, hogy ebből a krízisből kihozzuk, krízisből közni, ez eddig rendben van, mint az, hogy még egy jogszabályi előírás miatt meghallgattassuk vele a baba szívhangját. Ha egyáltalán meg lehet hallgatni. Na ez már abszolút tudománytalan. Hogy egy szülésznőgyógyász azt mondja, hogy egy magzat életkorú gyermek hangját nem lehet meghallgatni, hát az valami írszonyatosan téved. A hatodik héttől már hallható, előtte is van, de a hatodik héttől már lehet hallani. Tehát térjünk vissza, ha az orvos úgy mérlegel, hát hölgyeim és uraim, nincs olyan, hogy úgy mérlegel. A magyar ugaron a magyar szülészorvosok nem mérlegelnek. Miért? Mert 1992-ben, amikor a magzatélet védelméről szóló, vagy papoló törvényt hozta a magyar törvényhozás, liberális és sugallatra, és úgymond kereszténydemokrata megalkuvásra, akkor ők tartottak egy nagy konferenciát. Hát, hogy ők hogyan reagáljanak erre a helyzetre, hogy most ugye van itt egy népírtás, abban azért elsődlegesen az orvosok viszik a prímet, mert nem én mészárolom ki a babát az anyából, meg nem önök, stb., hanem ott az orvosa tesz valamit. És akkor ennek az volt az eredmény, ennek a nyilatkozatnak, amit Esztergomban fogalmaztak meg, nézem, az orvos, a szülészorvos nem vesz részt az abortuszhoz vezető út dilemmáinak megoldásában, nem foglalkozik ilyen kérdésekkel, csak is és kizárólag a szakmai kihívásra koncentrál. Tehát, hogy hogyan lehet leggyorsabban, legjobban, legegyszerűbben abortálni az ott lévő. Tehát nem foglalkozik az anya lelki állapotát. Nem mérlegel. Hát nem, le van szöged, vagy nem mérlegel. Ki mérlegel?
Hát a szerencsétlenül mérlegelne, ha lenne neki segítője ebben a mérlegelésben. De a szülészorvos tutira nem mérlegel. Ebből van az a köznapi elterjedt vélemény, hogy sok nő, ugye, aki állapotos megy a szülészhez, és akkor az első kérdése, nem, az első megnyilvánulása nem a szülész, az szülészorvosnak nem az, hogy áldott a te méhednek gyümölcse, vagy gratulálok, hát ön várandós vagy, vagy állapotos, és nem egy ilyen pozitív. Megtartja? Nem tartja? Ennyi. Ez a mérlegel, ez mérlegelés önök szerint? Nem. Ez egy eldöntendő kérdés. Igen vagy nem? Kész. Ő nem foglalkozik vele, és erre neki megvan a maga, hogy mondjam, szakmai fölhatalmazása. Jogi nincs, mert elvileg neki is az élet megtartása mellett kellene érve, csak ő ebből kivonja magát. Kivonja magát, és ezt nem teszi. Hát mi történik ezután? Hát ugye akkor elmegy ugye a családvédelmi szolgálathoz, illetve ott kiállítanak egy papírt, ott se tudnak igazából segíteni neki, ott se történik meg az a bizonyos tájékozott beleegyezés, ami kutya kötelezősége lenne minden egészségügyi alkalmazottnak, de leginkább a védőnöknek is, még inkább a szülészorvosoknak, mert a betegjogi törvények között a törvényben szerepel az a jog, önöké enyém, hogy bármilyen egészségügyi beavatkozás esetén azt megelőzően az orvosnak kutya kötelessége tájékoztatást adni a beavatkozás természetéről, annak lezajlásáról, eszközeivelről, esetleg eredményességéről, esetleges szövődményeiről, és így tovább. A Covid diktatúra nagyon világosan megmutatta, önök szerint tegye fel így a kezét az, akinek elmondták, feketén, fehéren, hogy ez meg az meg amaz lesz az eredmény, szövődmény, és aláíratták, hogy önök megkapták a tájékozottak, és tudják, hogy mit tesznek. Én velem alá, nem írattak alá ilyet tutira. Itt Budakeszin voltam, a Korányi Kórházban, minden futószalagon jöttek a magyar, bocsánat, hát ugye a megtévesztett betegek, és nyomták beleik az injekciót. És most már látjuk, hogy milyen van. Hát ez az orvoslás. És ez az, amire azt mondja egy 18. századi orvos, Christoph Haufland, hogy az orvos a társadalom legveszélyesebb polgára, ha az élet és halál kérdésében mérlegel. És ő dönti el, hogy mi van. Tehát nem helyén való, amit ez. Még egyszer, tehát magyarán a szülészorvos nem mérlegel. A Nyíregyházi Kórháznak egy ilyen úgynevezett tájékozott beleegyezésről szóló nyomtatványát tanulmányoztam. Ebben a következők szerepelnek. Én alulírt XY aláírásommal igazolom, hogy a beavatkozással kapcsolatban minden kérdésemre választ kaptam, és teljes felvilágosításban részesültem. Kérem a műtét végrehajtását, aláírás dátum. Mit gondolnak önök, hogy azokból a nőkből, akik abortuszra mennek, hány nyal történik meg tényleg ez? Én szerintem 2-0 lehetne odaírni. Magyarán becsapják. Nem mondják el neki, hogy mi van és mi a tét. És ezért volt nagy kihívás, mert ez a bizonyos informed consent, vagy tájékozott beleegyezés lehetővé teszi a betegeknek, a terheseknek, akik tényleg betegek, pszichésen vagy szociálisan, hogy legalább lássák azt, hogy mi történik azzal, aki az ő testében van, hogy ki az. Tehát ez egy bizonyos fajta tájékoztatás. Tehát magyarán van egy nagy becsapás, és azt is még hozzá kell tenni, hogy a tájékoztatás elmaradása, tehát hogy ekkora sötétségben tartják a magyar nőket és férfiakat, és mindannyiunkat, ők maguk is egyébként tartózkodnak a tudástól, mert ha tudnák, akkor nem mernék megtenni, vagy a lelkiismeret jobban működne velük. Ugye nem véletlen mondja Krisztus a keresztlán, hogy Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. Tehát ha valaki nem tud valamiről, az erkölcsileg, jogilag nem mentesít ugye, a büntetésre, de erkölcsileg enyhítő körülmény, hogy hát én nem is tudtam, hogy embert ölni az egy nem szép dolog. Ugye, hát ezt azért tudjuk, de mondjuk, hogy mamát ölni nem szép dolog, mert annak ilyen következménye. Tehát így működik ez. És miért teszi ezt az orvos? Hát azért, mert ő le akarja magát papírozni, hogy ő aztán elmondta. Ott az ár, hát ki mondja, hát itt írta alá.
Hát mit magyaráz nekem, hogy én nem mondtam? Hát itt van alá, hogy mindent elmondott, mindent. Tehát nincs reklám. Pénztártól való távozás után reklamációnak helye nincs. Mi ez? Defenzív orvoslás. Védekező. Az orvos magát védi, nem a babát védi, nem az anyát védi, nem az apát védi, nem a nemzetét védi, ő magát védi. Na, hát szóval erről így tulajdonképpen egy, és akkor valami nagy dolog történt. 22. szeptember 12-en megjelenik a Magyar Közlönyben egy rendelet, nem is tudom, talán két sor, vagy három, de igazán rövid, hogy szeptember 15-től szívhangot kell mutatni a szülészeknek, minden egyes olyan anyának, aki hozzájuk kerül, és mielőtt abortuszra kerülne sor, tessék szíves akkor ezt, kedves szülészek, ezt a tájékoztatást megadni. Volt a Magyar Orvoskamarának a szívhangrendelet, mert ugye hát ugye akkor óriási fölháborodás, meg hát ugye gyakorlatilag 60 akárhány éve, 56 óta senki semmit nem tett le az asztalra életvédő jellege, már úgy értem, hogy ilyen jelleggel, ami az orvosokat érintette volna, inkább szociálpolitikai oldalról próbálták az abortusz kérdést, de most kicsit az egészségügybe is, hogy majd hát fölkevertük az állóvizet, vagy próbálunk valamiképpen lépni. Tehát a Magyar Orvoskamara összehívott egy nagy társadalmi egyeztetésnek nevezett gyűlést, ahol szülészorvosok, orvosok, civil szervezetek, magánszemélyek, Novák előtt képviselő úr is részt vett, és hát akkor ott elkezdtük akkor agyalni, hogy akkor ez most jó-e vagy rossz. Hát mi azt gondoltuk, hogy ez jó, de rosszul gondoltuk. Rosszul gondoltuk, mert a mi orvosaink a következőt mondták. A politika megerőszakolta a szakmát. Tehát ugye a politika azzal, hogy az ő megkérdezésük nélkül, mert Antal Józsefnek volt ez a mondása, hogy a bőrük rinocérosz, a lelkük viszont mimóza. Hát ugyanezek a szülészek. A bőrük rinocérosz, a lelkük mimóza. Tehát megsértődtek ezen, hogy ezt az úgymond az ő megkérdezésük nélkül merte a magyar kormány hát rendeleti szinten megjeleníteni. És akkor erre másra sorjáztak ezek, és úgy beleérték magukat, hogy csak nosza, és akkor előd is felszólalt. Én is felszólaltam, nem voltam igazán jó paszban, de mindegy, én azért azt a kérdést föltettem, hogy akkor a tájékozott beleegyezés hol van, mert hogy mutattam ezt a nyíregyházi formanyomtatványt, ami egy teljes becsapás és hazugság, úgy, ahogy van elejét az első betűtől az utolsóig, és megkérdeztem tőlük, hogy hát, hölgyeim és uraim, önök most nem helyesték a szívhangtörvényt, ha jól értettem, de mit tetszettek lenni, csinálni, előhozni ahhoz, hogy 66 évvel ezelőttől napjainkig az a 7 milliónál több magzatkorú gyermek ne az önök véres keze között érjen halált. Néma csönd. Néma csönd. Ja, lehet fikázni, lehet, én is tudok. De mondjon akkor egy olyan. Ezek okos emberek ám. Hát ezek doktori diplomával rendelkeznek, nyilván jövedelmet is tudnak maguk mellett, de némi erkölcsiségre is vágyna az ember. Ja, azt kérdezzem meg önöktől, önök szerint a magyar szülészorvosok, vagy egyáltalán az orvosok, úgy általában, mert vannak kivételek, tehát ha Istenek ála vannak, milyen eskü mellett kötelezik el magukat? Mire esküsznek föl? Na ez a nagy tévedés. Belejöttek a csőbe. Nincs Hippokratész. Hippokratész kibaltázták, kidobták. Nincs Hippokratész. Mert Hippokratész így szól. Senkinek nem adok mérget. Akkor se, ha kéri, asszonyt nem segítek hozzá magzata elhajtásához, és erre vonatkozóan még tanácsot sem adok. Na most ezt kipaterolták. Hát az élet mellett, a betegségek megelőzésére, tehát európai orvos egyetemeken sehol nem tesznek hippokratészi esküt. 64-ből van egy genfi orvosi eskü, ami a hippokratészi eskünek egy megújított változata, de arra se esküsznek. Van egy-két jó lelkiismeretű orvos, mondjuk 200 szülész, a nem tudom 3000 közül, aki köszönik szépen ebben a mészárlásban nem hajlandók részt veszni. Ők életvédő orvosok, nyilván megfelelően ki is vannak közösítve, az úgymond a csordá által, de ők tudják tartani magukat. De hát ez nincs.
És akkor nézzük meg, hogy mi a folytatása annak, hogy ők gyakorlatilag, hát egyöntetően kimondták, hogy ők ezt nem akarják. Nem tudjuk, hogy most csinálják, nem csinálják, proforma vagy nem proforma, ahogy éppen azt se tudjuk, hogy a családvédelmi szolgálatokon belül azok a védőnők, akiknek a gyermek megtartása érdekében kellene, hogy beszéljenek hozzájuk be tévejedő nőkkel, hogy azok most tényleg életvédő jelleggel beszélnek, vagy azt mondják, hogy hát akkor itt írja alá, és akkor letelt a 3 nap, jöjjön vissza, az kész, megy tovább. Tehát igazából nem. De vannak köztük is, tehát a védőnök között is vannak nagyon jó, tiszta, élőlelkiismereti védőnök, akik együttműködnek az életvédő gondolatokkal is, adott esetben szervezetekkel is, bennük lehet reménykedni. Úgy, ahogy Sifra és Pua. Tehát vannak élőlelkiismeretű védőnők, akik hát rádöbbennek arra, hogy hát ő nem azért ment védőnőnek, hogy segítse a gyermekmagzatok lemészárlását. Egy darabig bírja mondjuk a családvédelmi szolgálatnál, aztán elmegy, mert nem bírja lélekkel, meg lelkiismerettel. Tehát van ilyen. Na, megvan a szívhang törvény, örüljünk, adjunk hálát a Jóistennek, és a mi kitűnő képviselőnknek, Dúró Dórának és Novák Elődnek. És tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy még azoknak is köszönettel tartozunk, akiknek mi nem vagyunk szalonképesek. Kik azok, akiknek nem vagyunk szalonképesek? Hát azok a kormányzati pozícióban lévő honfitársaink, akik rettegnek attól, hogy ilyen kemény kérdéseket kapnak valami nyilvános fórumon. Mert igazából nem tudnak rá válaszolni. És ezt ők rühellik. Ezt nem akarják. Ezért van aztán az, hogy próbálják most már napjainkban ők tematizálni az életvédelmet, fizetnek ezt, azt, amazt, úgynevezett életvédő szervezeteket, de ezek a zsebükben vannak. Tehát ők azt mondják, hogy így szép, így jó, hogy most van, nem szabad az abortusz kérdéshez hozzányúlni, nem rossz emberek ők, csak éppen észre se veszik magukról, hogy gyakorlatilag a kormány zsebébe vannak. És a radikalizmusokról, a következetességükről könnyen lebeszéljük őket, ha van külföldi út, ha van fizetés neki, a férjének, és így tovább, és így tovább. Sipleszten nem ebbe a csapatba tartozik, csak szeretném önöknek leszögezni. Éppen azért is kapta, azt gondolom, ide a meghívást, mert tényleg független, egy csomó kriptobolsevik azzal a jelzővel, mondjam, adja el magát, hogy ő független. Hát te fenét független, csak ezt írják, hogy független. Na, nem módi ma már azt írni magára, hogy bolsevik vagyok, ugye, hát bár lassan ez is most már bekezd megint divatba jönni. Szóval lényeg, ami lényeg, hogy eljutottunk a szívhangig, és akkor volt egy nagyon tanulságos esetünk, amit Előddel együtt kellett, hogy megoldjuk, ez pedig itt ennél az asztalnál történt. Egy Brigitta nevű nehéz helyzetbe került anya, másfél éves gyermekkel, azzal a videóval jött elő a Facebookon, hogy hát ő nagyon nehéz helyzetben van, hogy ő van, a vakok járadéka semmire nem elég, és hogy egyébként is, hogy is gondolta Dúró Dóra azt, hogy ez a szívhang törvény majd mindent megold, mert lám-lám ő is milyen nagy bajban van, és hát nem oldotta meg a szívhang törvény, mert hallotta ugyan a babája hangját, de még mindig ott tart, hogy hát a szociális nyomorhelyzettől való félelmében, hát akkor most el kell dönteni, hogy most abortál, vagy nem abortál, de ha az emberek kinyitják a pénztárcáikat és adnak neki pénzt, akkor talán mégse fogja abortálni. Kicsit úgy hangzott, hogy pénzt vagy életet. Szóval lehet ám így is előadni, és akkor az már úgy, én nekem nem volt annyira rokonszenves, tehát mi nem tudunk pénzt adni, de azt akarom ezzel mondani. De mégis megtettük, amit lehetett, tehát Elődéknek köszönhetően eljutott odáig ez a kismama, hogy kapott állást, vakság ellenére tehát kapott egy bevételi lehetőséget. A férjel is beszéltünk, lépéseket tettünk azért, hogy a lakásukat, ha megkapják, akkor oda majd bútorokat tegyünk. És ennek dacára mégis úgy döntöttek, hogy hát akkor ez még mindig nem elég. És elmennek abortálni. És leírja nekünk a férj, hogy hogyan történt ez. Elmennek a kórházba, mert hogy nem elég az, amit mi segítünk nekik, és ők el vannak vékonyodva, és hát elvesztették minden hitüket, meg reményüket, meg mindent. És most elveszítik a babát is, mert hát csak így tudnak tovább élni. És akkor leülnek, ugye ott mennek a műtő fel, és a műtő előtt még azt mondja a férj a feleségnek, hát akkor most szavazzunk, hogy most meglegyen-e a baba, vagy nem.
Ha úgy szavazol, hogy fölemeled a jobb karodat, akkor a baba megmarad, ha úgy szavazol, hogy fölemeled a bal karodat, akkor bemegyünk a műtétbe, mi itt állunk, mert itt van az orvos, a védőnő, és akkor véget vetünk ennek a cirkusznak, már most elnézést, hogy így nevezem, de hát. És oda mennek, és a nő nem tudja, hogy a férje, mert ilyen vak, mert hiszen vak, nem tudja, hogy a férje hogyan szavaz, de a János fölemeli a jobb kezét. Ő nem tudja a nő, de ő is fölemeli a jobb kezét. Na most akkor még ezért leesik, hogy akkor most mind a ketten a jobb kezüket emelték, akkor mindenkinek megköszönik a gyilkosságra való hajlandóságát, és hátat fordítanak a fehér köpenyes, hát nem azt mondom, hogy bűnözőknek, de hát fehér köpenyes ítéletvégrehajtóknak, és elmennek. Na, hát ez a történet, de hát ez másképp is véget érhetett volna, de mi a kihívás? Magyarán, hogy hogyan tovább. Ugye Eszter is fölvetette ezt, hogy ezerféleképpen tovább lehet menni. Lehet úgy, ahogy csináljuk tovább a lelki adoptálást, ami azt jelenti, hogy 9 hónapon keresztül, ha másnak erre affinitása van, mond egy imát, egy általán nem ismer, de veszélyben lévő magzatért, és ezzel az imával igyekszik segíteni. Aztán mások honlapokat működtetnek, megint mások külföldre járnak, és ott tartanak előadásokat, nemzetközi konferenciák, életvédő szemléletű megfelszólalásokkal, és sokféle dolog van, de mondjuk amit mi tennénk, és amiről szó van, azon túl, hogy fölvetjük azt a kérdést, hogy ki és miért végzi az abortuszt, még ugye sok minden van. De akkor tegyük föl, hogy ki és miért végzél az abortuszt. Mondjuk azt, hogy ítéletvégrehajtók, lásd, ugye Herodes, fáraó, mindenkinek megvan a maga kis csapata, és fölkent vérontója. Hát meg kell nevezni. Tehát azok a szülésznőgyógyászok, akik különösebb lelkiismeret fordulás nélkül elvégzik azt, amit úgy gondolnak, hogy tőlük elvár a társadalom, vagy legalább az a paciens. Lehet-e velük beszélni? Nagyon lehet beszélni. Ki az, akivel nem lehet beszélni? Hát a politikusok, azok nagyon nehéz diót jelentenek. Mi mentünk a Schmidt államelnök úrhoz, Schmidt Pálhoz, aki államelnök egyellel, és szerettük volna neki jelezni, hogy tisztelt államelnök úr, nem cikisztük őt, én csak most vagyok ilyen gonosz, hogy már döglött oroszlánba is belerugok, szóval az, hogy rózsát szeretnénk önnek vinni, meg a feleségének, és hát álljon ennek az életvédő gondolatnak a mellénk, és jöjjön ki, és ott németek, lengyelek, oroszok, stb. Egy nemzetközi társaság följön önhöz, és próbáljuk akkor ezt a kérdést ön előtt és önnel együtt, hát életvédő jelleggel megválaszolni, hogy mi legyen a babákkal. Mit gondolnak, ki jött le a rózsákért? Mármint amiket ott megvásároltunk a feleségnek, az államelnök asszony feleségének. Hogy? Nem, hát mi szépen megírtuk a levelet. Nem, hát az már szalonképes dolog lett volna. Senki. Önök szerint kijötte a Schmidt Pál államelnök úr bármilyen szintű, rendű, rangú fullajtárjával, hogy hát itt vagyok, de most éppen Kínába készülök, vagy senki. Tehát akkor az érő volt, hogy kettőt is egymás mellé lehet élni. Ez volt a magyar államelnöknek a válasza arra, hogy mi ott voltunk. Nem baj, mi azért kongattuk a harangunkat, ez a lélekharang, mert ezt arra használjuk, hogy hát, ha valakiben megszólal a lelkiismeret. A harangról azt mondták a mi őseink, meg úgy általában is, hogy a harang nyelve két irányba kondít. Egyik irány hívja a jókat, másik irány űzi a gonoszokat. És mi ezzel szoktunk menni. És közben mondjuk a babáknak a nevét, akikért mi imádkozunk, és őket hívjuk. Mert hogy nem igazán, hogy kevesen vagyunk, mert azt szokták mondani nekünk, ugye, nagyon bölcs emberek, hogy hát ti életvédők kevesen vagytok. Hát mi, akik itt élünk, tényleg kevesen vagyunk. De akik odafönn vannak, azért az nem semmi, az a 2,5 milliárd. Ekkora csapata nincs senkinek a politikusok közül, 2,5 milliárd, aki a mi ügyünket, vagyis mi az ő ügyüket, vagy mindannyiunk ügyét képviseljük. Tehát azért ez egy érdekes szám. Tehát hallják-e a lélekharangot? Nem hallják meg. Nem hallják, ahogy az előbb mondtam. Általában nem. Tehát itt a szívhang törvény esetében azt lehetett mondani, hogy már akárhányszor harangoztunk ott a parlament környékén,
ennyi szólva, hát érdektelenségbe fulladt a törvényhozók részéről. Egy-két igazán kitűnő és számunkra nagyon szeretett képviselőt kivéve. Nem figyelnek oda, nem érdekli őket. Ez nem hoz szavazatokat, ez nem jó, ez nem trendi, ez őrültek, 12 gyereke van, hát látják, akinek egy gyerek, az csak hülye lehet. Balcó Andrással együtt, ugye az én nagy tiszteletre méltó barátom is önöknek is gondolom, hogy 12 gyermekével azt gondolom, hogy ő tényleg nagyszerű ember. Nem, azon túl is, hogy olimpiai bajnok is kitűnő ember, szóval. Ő tudja azt és érzi, mint evangélikus lelkésznek a fia, és mint érző magyar keresztény ember, hogy mi is a feleségével együtt. Bocsánat, tehát kettőt kell mondanom, ugye? Tehát ugye a Mónikával együtt. Tehát harangok vannak. Hova lehet még menni? Hát elmegyünk a kórházhoz, ahol ezt elvégzik. És fejünkbe vettük azt, hogy végig járjuk a magyar kórházakat, elkezdtük valamikor 1999-ben a Rókus kórháznál, és megrökönyödve, örömmel vettük tudomásul, hogy van fogadókészség. Tehát nem bántottuk az orvosokat. Most is elnézést kérek mindazoktól, akiket ezek az én csípős megjegyzéseim bántanak. Nem szép dolog tőlem, azt bevallom őszintén. De mint abortusz túlélőnek engedjék meg, hogy néha ilyen csúnyán viselkedjek a szülészekkel kapcsolatban. 6 testvéremet egyébként. Ő miattuk nem szülte meg az anyám, mint hogy hozzásegítették ahhoz, hogy ne szülessenek meg. Tehát elindultunk a kórház, akkor szépen előre bejelentettük, hogy itt jövünk, szeretnénk udvariasan hozni virágot, beszélgetni, és hogyha ha lennének szívesek átgondolni azt, hogy Hippokratész az egy nagy európai és világ szempontból is nagy gondolkodó volt, és az orvostudományban egy nagyon jelentős életművet hagyott. Hát, ha vissza lehetne egy kicsit kacsintani rá, és azt mondta, hogy legalább 3 nap meg nem végzünk műviterresség megszakítást. És akkor itt van ez a szikszói, és utána még volt 40 más kórház. És akkor eljutottunk idáig, és eljutottunk odáig, hogy december, március 25-én Turodóra képviselőasszony, a Magyar Országgyűlés alelnöke megtisztelte a mi zarándoklatunkat, aminek jegyében a Szent Margit sírhelyétől, a romoktól, rózsákkal elindultunk a Margit híd felé, a Margit hídnál megálltunk, és hófehér rózsákat dobtunk a folyó vizébe, elbúcsúzván jelképesen a 7 millió vagy annál több magzat életkorú gyermektől, március 25. És Turodóra képviselő asszony a következőt mondta, neki ez a gondolat tetszik, hogy március 25 a megfogant életnapja, magzatgyermek napja, neki az is tetszik, hogy június 1-e a szülők napja, és neki az is tetszik, hogy december 28-án szintén üzenjünk a honfitársainknak, hogy hát ha lehetne olyan emlékezést, adott esetben ünnepnapot ülnünk, amelyekkel a magzat életkorú gyermekek, és mindannyiunk élete mellett letesszük a voksot. Tehát ezen dolgozunk, most kicsit elárulom ezt önöknek, nektek, hogy ennek a 3 napnak a országos szintű bevezetését, ugye 41 kórház már van, hogyan lehetne elintézni úgy, hogy ne hasson erőszaknak és kényszernek, hanem egy felhívásnak, egy nyomatékos felhívásnak, amelynek egyében szabadon döntenek majd az orvosok és az egészségügyek, hogy legalább ezt a 3 napot odaadják-e a saját nemzetüknek. És ami a szívhang törvényből kimaradt, mert ugye nem lehetett belevenni, mert tovább kell lépni, és hogyan tovább? Hogy egy olyan életvédő hálózatot működtetni Magyarországon, akár állami, akár civil, vagy mind a kettő, amely a válsághelyzetbe került terheseknek, mert minden terhesség válsághelyzetről szól, mert ők nem várandósok, nem áldott állapotnak érzik a magukért. Mi érezhetjük, de hát ő másképp érez. Tehát, hogy ezeknek a nevezzük nevén betegeknek, ilyen-olyanok mi a kapcsolati probléma, mi a szociális helyzet, mi a... tényleg legyen valamiféle intézményes szintű segítség. Mert jelen pillanatban nincs. Tehát ez a jövő felé vezető út és a gondolkodás, ebben kellene nekünk bölcsnek lenni, tapintatosnak, és én megköszönöm önöknek a türelmet, amivel végighallgattak engem. Köszönöm. Köszönöm szépen Téglás Imre barátunknak.
az elhivatott munkásságából egy kis ízelítőt adó előadását, és ha már ezzel fejezte be ezt a nagyívű előadást, hogy ha jól számolom, lassan negyed százada elindított missziót most talán egy kis parlamenti támogatással is szeretnénk felkarolni és folytatni, hogy valóban figyelemfelhívó, szimbolikus jellege legalább az év 3-e nemes napján ne végezzenek abortusz. Ezt vállaló intézmények, kórházak, orvosok. Akkor hadd mondjam is el, hogy épp a minap a parlament liftjében Semjén Zsolttal közösen utaztunk, hát csak egy emeletnyit Dúró Dórával, de ő rögtön meg is ragadta az alkalmat, hogy a miniszterelnök helyettest egy kicsit ott sarokba szorítsa, és mondja, hogy ha már így összefutunk, akkor szeretnénk ehhez a támogatását kérni, és hát Zombor Gáborhoz hasonlóan az elvi támogatás az megvolt, de kérdés, hogy amikor eljutunk majd a szavazásig, ahogy Zombor Gábornál is láthattuk, ott nem történik-e majd egy valamiféle kifarolás. Illetve hát, hogy ebben mennyi a parlamenti műfaj, azt még nem sikerült behatárolni, tehát ezt még ki kell találjuk, hogy ezt, hiszen ez egy önkéntes jelleggel induló kezdeményezés, de hogy mindenképp adjunk ennek is valami emelkedettséget, és média hátszeret és egyéb társadalmi támogatást, azt gondolom ebben lehet egyébként az országgyűlésnek is feladata. Kár, hogy egyébként kormánypropagandát folytatnak azokon az óriás plakátokon és más felületeken, ahol valódi társadalmi célú üzenetként, hogy most csak egy témát mondjunk, de nyilván sok minden mást is meg lehetne jeleníteni, nem csak akár az ilyen szűk értelemben vett életvédelmet és a magzati életvédelmét, de hát bármi más hasznost is. Úgyhogy én nagyon köszönöm Téglás Imrének, hogy évtizedek óta folytatja ezt az álhatatos küzdelmét. Egyébként pikáns, hogy pont a parlamentben ismertük meg egymást, bár még sok-sok évvel azelőtt, másfél évtizeddel azelőtt szinte még, hogy én is magam is országgyűlési képviselő lettem, de egy parlamenti konferencián az Alfa Szövetség elnökeként, én pedig egy ifjúsági szervezet elnökeként, az Ifjú Magyarok Egyesület elnökeként. Hát remélem, hogy ez a szakmai munka, ez továbbra is megmarad mind köztünk, és hát reméljük, hogy kormányzati szintre is sikerül emelni, hiszen vannak itt Situl Eszter és többen Imre is, akik nagyon elhivatott életvédők, és azt gondolom, hogy helyük volna normális esetben az államigazgatásban is, nem csak egyfajta tűrt kategóriáként itt a társadalom perifériára jára szorítva, de azért mi itt a Fekete István Szabad Egyetemben nagy-nagy szeretettel várjuk addig is, amíg állami szintre sem nem sikerül emelni ezeket a gondolatokat. Nem tudom, hogy igazgató úr szeretne most szólni, átadom akkor neki örömmel a szót. És kedves barátaim, nem először hallgatom Téglás Imre barátom szavait, de bevallom, hogy minden alkalommal megrendítő számomra az, amit tőle hallok. Nos, tovább folytatnám ezt a gondolatot talán. Valamennyi magzat elpusztítása bűn, egyformán elítélendőnek tartom, de mint magyar ember visszagondolok, hogy bizony a történelem folyamán hogyan, mi módon és mikor akarták ellenségeink kipusztítani fajunkat, nemzetünket. Mert volt ilyen. Ha érdekli a társaságot, tudok egy-kettőt ilyet mondani. Jó, ezek ellenségeink voltak. De amikor a saját magunk, nemzettestvéreink hajtják végre önön nemzetük pusztítását, és jól tudják, mert nem feltételezem, hogy annyira informálatlanak lennének, jól tudják, hogy mit végeznek, milyen bűnt követnek el a nemzet ellen ezáltal, és képesek ezt megtenni. Egy néhány kivételnek tisztelet és becsület. Hát ezen a téren kellene, hogy egy lelki megújulás érintené meg ezeket az embereket, és valamilyen módon magukba szállva belátnák, hogy az ő munkásságuk és közreműködésük a nemzetpusztításban ez mennyire aljas, elítélendő és megbocsáthatatlan bűn számukra. Ez alól úgy gondolom, nincs feloldozás. Más nem tehetünk, csak
ezt a mozgalmat, az alfa mozgalmat és a hasonló jellegű mozgalmakat minden erőnkből támogatni, mindenki a maga posztján, a parlamentben, politikában, tudományban, társadalomban, az erkölcstanban, mindenütt. És Imre barátunknak és társainak pedig köszönjük azt a sziszifuszi munkát, amit ezen a téren végeznek, talán még mosolygó, lesajnáló arcokat is el kell viselniük, el kell tűrniük, és úgy gondolom, hogy a társadalom nagy részének még megbecsülését sem tudják kivívni ezzel a cselekedetükkel. Ennél inkább kell, hogy a számunkra szinte megbecsülhetetlen legyen az a munka, amit ők végeznek, és támogassuk őket minden téren, ami csak tőlünk telik. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm Imre barátunknak a nagyszerű előadását. Köszönöm szépen.